Gyönyörű, finom, egészséges almával megpakolt ládák, és bőven akadt ipari feldolgozásra is a gyümölcsből, legalábbis ezeken a korábbi felvételeken. Az ideihez hasonló gyenge termést utoljára 2007-ben szüreteltek a termelők. Akkor a súlyos fagykárok miatt alig 215 ezer tonna alma termett. Idén viszont a történelmi aszály okozta a legnagyobb károkat országszerte, így a legnagyobb almatermő területen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A Fruitweb elnöke úgy fogalmazott, nem csak az elmúlt 10 év, de lehet, hogy a magyar almatermesztés teljes történelmének leggyengébb termése várható. Szabolcs megye áll ilyen tekintetben a legrosszabbul. Magyarországon most már mindössze 23 ezer hektár almaültetvény maradt, úgyhogy az ezredfordulón még 40 ezer hektárunk volt. Ebből a 23 ezer hektárból 15-16 ezer hektár Szabolcs megyében található, és ezeknek az ültetvényeknek a java része az vagy idős, ebből fakadóan nem öntözött, nem jéghálós, nem fagyvédett, vagy ha fiatalabb, tehát egy 5-10-15 éves termőkorban van, java részük akkor sem tartalmazza ezeket az elemeket, tehát ami az időjárási károk ellen védene. Úgyhogy azt lehet nagyjából mondani, hogy Szabolcs megyében az ültetvényeknek kb. A harmada, negyede az, és ezek főleg az étkezési célú intenzív jégvédett, fagyvédett, öntözött ültetvények, amelyekről az várható, hogy 5-10 év múlva is almát fogunk ott termelni hatékonyan. A fennmaradó ültetvények egy része biztosan meg fog szűnni, egy kis hányadát viszont meg lehet még menteni. Magyarország más részein, Zala, Bács-Kiskun és Pest megyében jobb a helyzet. Ezeken a területeken a korszerűtlen vagy idős ültetvények kivágása, vagyis a piaci letisztulás már megtörtént. Az alma léüzemi feldolgozásának közel 90%-a viszont Szabolcs megyében van. Ezért itt sok évtizede, főleg a léalma termesztésére koncentrálnak a gazdálkodók. Az elmúlt 2 év költségnövekményét viszont nem bírja el a piac. 40-42 forint körül mozog stabilon a léalma ára, gyakorlatilag szezon kezdet óta. Volt egy tanácskozásunk Újfehértón augusztus 23-án, egy alma szakmai fórum, ahol nagyjából egyetértettünk abban, hogy olyan gyenge termés van, gyakorlatilag egy harmad, esetleg egyes ültetvényekben fél termés, ami nagyon magas önköltségeket eredményez, hiszen egy fél termésnél a hektáronkénti termelési költség az majdnem ugyanannyi, mint hogyha teljes termésünk lenne, csak fele annyi termésre esik, tehát fele akkora mennyiség van a nevezőben, ami azt jelenti, hogy az önköltség az duplázódik. Ilyen önköltségek mellett gyakorlatilag 60-70 forintot kellene most fizetni a léalmáért, hogy ne legyen veszteséges. De mindenki tudja, hogy ez a 60-70 forintos ár a léalma piacában nem nagyon van benne. Éppen ezért itt van egy nagyon nehezen feloldható ellentét, hogy fizetünk annyit a léalmáért, hogy legyen, aki termelje, akkor, amikor ezt a késztermék, vagyis az alma sülítmény piaca nem nagyon akarja elfogadni. A léalma tekintetében a feldolgozási kapacitás felére van jelenleg nyersanyag, és ez úgy tűnik, hosszú távon is így marad. Étkezési alma esetében jobban állunk. Az országban kezd kialakulni az a 4-5 ezer hektáros profi ültetvényfelület, ami biztosítani tudja a 120-140 ezer tonnás magyarországi igény kielégítését.